Szép jó hajnal mindenkinek. Torin vagyok. Ez pedig a Kingdom Two Crowns Deadlands folytatása. Lássuk, mire megyünk ma. Alapvetően, ha jól emlékszem, akkor a tél elkezdődött érdemben. Már tél van, csak most még nem érkezett meg a téli időjárás. Úgyhogy ez igazából a mai program, hogy megvárjuk a telet, és nincs ennyi, megvárjuk a telet, lepörgetjük. Ah, ott vannak a rövik. Azzal lehetne egy kicsit gazdálkodni. Valamilyen formán. Na de. Igazából nem takarodtunk ki idáig, nem húztunk ki idáig, úgyhogy nincs mivel és hogyan. Nem, ezt sem hajlandóak megenni. Mondjuk jó helyen van a arany benne. Nem fogom azt mondani, hogy ne. Igazából ezt húzhatjuk egy darabig. Tél alatt szépen lassan azért a hajót összerakjuk. Nagyon lassan. Na, lehet adakozni, akinél véletlen van. Ó, adakadt azért némi bevétel. Helyes, helyes. Nem sok, de mondjuk már ide sok sem kell. Csak több. Több, mint amennyink van. Remek, ó! Szépen dolgozott itt valamelyik lányzsás. Ahogy azt illik. Két újabb emberke megjött, helyes. Nagyon is helyes. Két további lányzsás, nem mintha nagyon kellene, de sose árt. Az szép lövés volt. Melyik lányzsás igen-igen jót bök a falon át.
A katapult meg jellemzően hasznos. Nem túl meglepő módon. No. Ugye a denevérformát meg alapvetően menekülésre kell megtartani ilyenkor. Úgy járok vele jobban. Mindenki úgy jár jobban, de főleg én. Illetve kifele a veszélyes zónából. Nem mert ki vagy átér áll, vagy nem, hát na bum. Az már nem az én kérdésem. Nem az én ügyem. Szépen adakoz. Egy pár íjász, abból sosincs elég. Nem vittétek most túlzásba. Most az nem izgat. Na most kell óvatosnak lenni, mert most nem nagyon van bevételünk akkor. Még ha az extra lánydzsások hasznosak. Azért dolgozik rendesen. Bök hal, bök hal, ahogy azt illik. Segítek, felszedem az aranyat előtte, hogy ne kelljen dolgoznod. Az egyik az visszaért, a másik az majd kiderül, de lehet, hogy nem. Ha nem, hát nem. Ilyen ez. A napjaink nagyjából ugyanolyanok. Körbe megyünk a terepen. Fölszedjük az embereket. Gazdagodunk. Várjuk a tele. A tél végét. Ja, itt tök nyugisan sétálgat itt a támadás után. Ezek szerint a közelebbi portálból jött a támadás, és akkor nem volt probléma belőle. Ebben megegyezhetünk, mert különben nem tudott volna sétálgatni itt. Vagy az aranya lett volna elvéve, vagy az élete. De akkor felteszem, itt túl sok erő nem is lesz. Jaja. Mindegy, kettőt kiszórunk. Vagy pazarlás, vagy nem. Majd kiderül. És utána denevérkedjünk.
No, senki? Na, csak azért. Csak lett egy-kettő. Oké, nem is tudom. Igazából egy-két kalapácsos, azt hiszem, majd kidobunk. Legyen egy-két tartalék. Jobban járok vele, mintha nincs. Mikor kéne? És akkor építsünk hajókat, legalább egy ideig. Egy része legyen meg. Ezzel lehet valamit tenni. Aranyomat ad vissza. Krampácsolják, már kerítését, ha korlátot építik, már valahova haladunk. Meg akarom nézni azt a bokrot, hogy az mire jó. Valószínűleg az a vaddisznó bokor, és az a kijelölhetem támadásra. Ha minden igaz, ha jól értem. Majd meglátjuk. Történik-e valami? Reggel. Lelkes csapat kimászik. No. Mert eddig sokat nem láttam belőle. De lehet, hogy semmi. Attól még, hogy befizettük ezt az egy aranyat, az nem azt jelenti, hogy csinálnak is valamit. Vagy az itt lévő vaddisznókat eleve levadázták. Oké. Halvány gőzöm nincs, hogy itt mire fizetünk. Na, induljunk el. Hát, minden megtett, nagyon nem akar dolgozni.
munkanevi koncepció nagyon nem füllött a fogához. Mondjuk egyenre még nincs is terep se, ahol dolgozhatnánk. Oké. Ne hergeljük. De valóban akkor nem túl messziről jönnek a támadó erők. Ahogy láttuk. No. Hát ez sokra nem ment. Egy fokkal hasznosabbnak tűnt. Milyen jobban állunk. Csak azt kéne tudnom, hogy hanyadik éjszakán vagyunk. 18, de az a szigeten a 18. Abszolút értelemben hanyadik, az fogalmam sincs. Azt hiszem egyébként meg lehetne nézni egy eszképpel, de hát na. Az olyan, mintha 50 valamennyi, 54. És azt hiszem 48-tól 60-ig van a tél. Vagy valami hasonló. Vagy 15-től 60-ig, már nem is tudom. Vagy 45-től 60-ig. Ugye az lenne akkor a negyedik. És amennyire tudom, már a tél vége felé kellene, hogy járjunk. Mert már elég sok telet behúztunk. Legalábbis télszerű időszakot. Akkor adakozzunk a... Na, elvileg megvan az összes hajó alkatrész. És akkor a hajó legalább utazásra kész. Annyival beljebb vagyunk. Hogy a erdei vagyóink. Értem. Értem, hogy működik. Hogy itt lehet gazdálkodni télen. De nem magától, az arra be kell fizetni. De attól még lehet.
De attól még legalább lehet. Drága, de legalább lehet. Na mindegy, akkor legalább upgrade-eltük egy kicsit a birtokokat. Belsőbb védelmet meghúztuk. És kicsit lehet itt zsetonozni. Alapvetően ez nem egy rossz módszer egyébként. Nem ingyen, nem egyszerűen, de lehet némi bevételt csikarni. Hát ez azt hiszem ennyi nincs. Mondjuk nagyon nem is kell. Majd egyszer lesz. Áldás az égből. Jön. Hullik. Úgyhogy szépen dolgozunk, szépen megvagyunk. Aztán meg lassan-lassan jutunk valamire. De ezek igazából tőlem adakozhatnak, azzal semmi baj. Milyen gyanús alak vagy. Itt a hajón. Gazdag málna szedő. Igen gazdag málna szedő. Ups, majdnem beért. Málna szedünk.
Macink nincs hozzá, de van málna szedünk. Ami olyan fél siker. Ezt is följebb tudjuk húzni. Tényleg az erődnek nincs upgrade-je, az majd. Majd egyszer. Majd egyszer lesz valaki valahol. Lassan-lassan zöldül a táj, de nem tudom, hogy ténylegesen a tavaszhoz tartunk végre, vagy... vagy csak úgy néz ki. Ötvenhatodik nap. De mondjuk annak azért alapvetően örülök, hogy több belső pozíciót meg tudtunk erősíteni, tovább már nincs. Az azért hosszú távon segíthet, ha úgy alakul, hogy kell egy kis védelem. Bárhol és bármiért. Ami bármikor alakulhat így. Mint tudjuk. No. Vissza az éjszakára, aztán jön a támadás. Megint szedünk két embert. Kissé ismétlődő folyamat. A kisre ismétlődő alatt azt értem, hogy ugyanazt csináljuk újra meg újra. Na, most legalább jó időben dobtad. Lehetett volna jobb. De azért nem volt rossz. Kis agresszív az egy darab szörnyre ellőni a katapultot. Talán ennyire nem veszélyes a helyzet. Tucatnyinál több íjásszal. Logikus, hogy te mész érte. Nyilván így akartam. Teljesen egyértelmű. Más nem is lehetett a célom. Kicsit szuszog.
akart állni, ki a újabb, majd ha lesznek kövek. Majd ha lesznek kövek. Valamelyiknek sikerült nem beérni időben, úgy érzem. Nem lepődnék meg, ha a málna szedők közül valamelyik lenne a félnótás. Na mindegy, lehet bevételt szedni így, és az hasznos info későbbre, de most nem kell. Most még nem kell. Mondjuk azt is föl lehetne húzni nagyobbra. Az is hasznos volna. Úgyhogy úgy érzem, a következő éjszakát megvárjuk, és ez lesz a feladat. Vagy a tornyot kicsi upgrade-eljük. Hát ha segít. Valamennyit. Sompolyognak vissza a fal mögé, nagyon helyes. Gyorsabban és okosabban, mint a málnaszedők ezek szerint. Akkor igazából valószínűleg a tél utolsó napja lesz az a 59. ami kezdődik. Ma és amennyiben minden igaz. No, krampácsoljatok. Nem nagyon kapkodják el. Is fölösleges beugranatok, még egy kört építenek. Azért kezdjük éjszaka, hogy két menetet tudjanak. Lassan fél időben vagyunk, és még bőven jó a nap hossza. Mostanra lehet lelkesedni hármótoknak is. Anyagilag is maradt bőven elég zseton. Arra se lehet panaszkodni. Ennyire nincs munka.
Ügyesre ettük a kasszát. Az azért nem jó hír. De azért itt adakoznak egy picit legalább. Nem sokat, nem száguldoznak a ügyekkel, de legalább nem üres. Legalább már nem üres. No, hát remélhetőleg lassacskán véget ér a tél. Annyira nem mókás. Ugye majd tavasz érkeztével elkezdhetjük végre a támadásokat. Hát lehetne igazából, ha nagyon akarnánk most is, de nem célszerű, amikor a bevételeink sokkal kisebbek, mint szeretnénk. Nem egy jó ötlet. Tehát jó, ha hetente van annyi bevételünk, mint a normál menetekbe. Naponta. Az meg nem egészséges. No, merre vagy, tábor? És akkor repkedjünk denevérként. Vér denevérként. Mert hogy máshogy tudnánk. Bevétel sehol. Nem kapkodja el. Van, főleg ezen az oldalon, de nem állandó és nem biztonságos ahhoz, hogy szeressem. Azért időnként potyog egy adag. A tél meg most már tényleg abban maradhatna. Most már tényleg kezd túl hosszú lenni. Igazából a koncepció jó ezzel a évszakokkal, de továbbra is túl hosszú a tél ahhoz, hogy ez oké legyen. Tehát mit tudom én, 20 naponként 2-3 napig pihenni belefér. 40 nap után 10 napot vagy 15 napot pihenni, az nem élvezetes, az gátol. Csak arra jó, hogy jó, és akkor most nem csinálunk semmit. Jaj, de jó.
Ráadásul, ha óváratlanul kap el minket, akkor ugye még halálos is lehet. De igazából onnantól kezdve, hogy tudjuk, hogy van, alig több, mint hogy... Oké, és akkor most az idő negyedében nézzük a száradó falat. Ami nem egy jó program. Nos, se baj, lassan-lassan átvergődünk az első télen. Aztán meg majd meglátjuk, mi lesz. Pedig azt mondja, hogy 60. Hát remélem, hogy nem 48-tól 64-ig tart, pedig az lenne a stimmelő számtan. Csak akkor az még 4 nap dögunalom. Ami nem annyira élvezetes, no. Azt hittem már kiszuszogtad magad. Most még a lángyzsások se termelnek újabban. Vuhú, hal! Halpénz. Szó szerint halpénz. No, hát igazából aztán mára ennyi lesz. Aztán majd folytatjuk legközelebb az utolsó pár napjával a télnek.